Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A te szerelmi kívánságod, vagy az ő szív kívánsága. Itt szerelemről, vágyakról, álmokról van szó. Hogy tudjátok ezt megvalósítani? Itt bal oldalon láthatóak a te kártyáid, és veled szemben van az övé. Itt láthatóak a kelyhek, tehát itt érzelmekről van szó, de megjelennek az érmék is, hozzájön az anyagi helyzet, a munkahely, a hivatás, vagy mindaz, ami értékes számodra. Itt látható a négyes szám, ugyanúgy, mint itt, és az jelenti azt, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete. De látható, hogy te itt még fogva tartasz valamit, és ezt most nehéz megvalósítani. Hiszen a valódi kincs az a kincses ládában van, és itt látható a ládához ez a kulcs. De nem tudod kinyitni a kincses ládát, mert a kezed nem szabad, te még fogva tartasz valamit, vagy valakit. És ez akadályoz abban, hogy szerencse legyen minden életterületen. Itt is látható, hogy valaki átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami utal az érzelmekre, de nem figyelsz oda, nem veszed észre. De mégis láthatóak a változások, hiszen az egyik partot elhagytad, közeledsz egy új parthoz, de nem látod, hogy hova érkezel. Itt vannak azért még bizonytalanságok. A lelki társad megjelenik itt, mint egy király, a kezében van ez a nagy arany érem, ezek az ő elképzelései, amit szeretne megvalósítani, hiszen az érmék jelentik a reális dolgokat, a föld elemét. De neki itt nagy-nagy vágya van, és az lenne jó, ha ez lenne a tartása, amit ez a fiatal férfi mutat, inkább egy olyan kevesebb, kisebb érem legyen a kézben, de legyen egy biztos út, és kisebb lépésekkel is elérhető a cél. Itt lesznek azért változások, itt van a mozgás, és itt is látható ez az öröm, ez az ünnepség, ez lehet egy meghívás, vagy egy kreatív tevékenység is, és ha most indítasz valamit, akkor az itt gyümölcsözni fog. És most megnézzük az ő képeit. Ő úgy lát téged, hogy fogva érzed magadat, befele fordulsz, visszahúzódó vagy, és ő fellép itt, mint egy király, a kezében ez a kard, és elvágja a félelmeket, a bizonytalanságokat, így átalakulsz. Ez olyan lesz, mint egy újjászületés, amit jelentik itt a gyermekek, egy új kezdetet, és kibontakozol, mint egy igazi királynő, és a kezedben van ez a kehely, ami jelenti az érzelmeidet, az álmaidat, vagy egy kreatív tevékenységet, és látható köztetek itt a szerelem, és minden úgy fog alakulni, ahogy itt a sorsok könyvében meg van írva. Ami a munkát, a hivatást illeti, itt látható a kreatív tevékenység, egy spirituális terület. És ez volt a jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!